maradnak a helyi jegy- és bérletárak, ülésezett a testület. 240 millió fejlesztésre megújul a Székács iskola udvara. Győzelem a Liga kupában, a Ceglédet fogadta az OFKS-e. Köszöntöm a kedves nézőket december 23-án, itt a Városi Televízió híradójában. Lássuk részletesen híreinket. Nem emelkednek a helyi buszközlekedés jegy- és bérlet árai, derült ki a képviselőtestület csütörtöki ülésén. Közel 30 napirendi pontról egyeztettek a képviselők karácsony előtt, összefoglaltuk a legfontosabbakat. Idei utolsó ülését tartott a Orosháza képviselőtestülete december 22-én sok fontos napirendet tárgyalva. Ezek közül kiemelkedett a helyi autóbusz közlekedésről szóló téma. Eldőlt, ahogyan az elmúlt években, úgy 2017-ben is 180 forintba kerül majd egy jegy elővételben, és 235 forint a buszon megvásárolva, nem változtak a bérletek árai sem. A helyi autóbusz közlekedés változatlan díjtételezését minden képviselő támogatta, a szolgáltatást végző DAG ZRT támogatását illetően azonban nincs egyetértés. Hosszas vita után február 1-től bérbe veheti a régi Dózsa utcai könyvtár épületét a Kodolányi János főiskola. Az Orosházán 10 éves múlttal bíró intézmény célkitűzése szerint pályázati forrásból újítatná fel az ingatlant, amely ezt követően a főiskola társadalomtudományi karának és a rektori hivatalának adna helyet. Az épületet jelenleg a múzeum raktárként használja, a testület szándéka szerint erre 2017-ben is lesz mód. Elfogadták a város ifjúsági koncepcióját, és döntöttek arról is, hogy az iskolákban, óvodákban a diétás étkeztetés ugyanannyiba kerüljön, mint a nem diétás. A díjtétel így kedvezőbb, mégpedig szeptemberig visszamenőleg. A további döntésekről, valamint a képviselői vitákról részletesen az oroscafe.hu-n olvashat, az ülés ismétlését pedig megnézheti december 27-én 12 órától az Orosházi Városi Televízióban. Pályázatot nyert a Székács Evangélikus Iskola és az Egyház. A megközelítőleg 240 millió forintot a jelenlegi sportudvar bővítésére, átalakítására használja majd az intézmény. A tervek szerint egyebek mellett lesznek új sporteszközök, és épülnek kiszolgáló egységek is. A mindennapos testnevelés bevezetése számos iskolát állított komoly infrastrukturális kihívás elé. Az iskolában több mint 500 gyerek tanul 1-től 12-ig, számukra kell minden nap testnevelés órát tartani egyetlen nem túl nagy tornateremben. Ezért határozott úgy a vezetés a fenntartó egyházkerülettel közösen, hogy pályázik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt lehetőségre. A fenntartónk, az Orosházi Evangélikus Egyházközség egy pályázatot adott be, egy olyan pályázatot, amelynek a hátterében az emberi erőforrás operatív fejlesztési program áll, és kifejezetten egyházi intézmények infrastruktúrális fejlesztése céljából írták ki. És amikor ezt megismertük, elolvastuk, úgy döntöttünk, hogy ez nekünk szól többek között. A pályázati anyag több fejlesztéssel is tervez, ilyen például a sportpálya teljes műfüves borítása. Meg lesz világítva a pálya, tehát sötétedés után is lehet használni, lelátóval lesz ellátva, kültéri fitnessjátékok fogják még szolgálni a hangulatosabb testnevelés órákat. Emellett kap egy szertárat a pálya, és készül egy új, fedett és zárható kerékpártároló is. Teljes hosszában megújul az intézmény hátsó, vagyis a sportudvart körülvevő kerítése, valamint a jelenleg bérleményként használt volt tekepálya épületét is teljes egészében felújítják és tornateremmé alakítják. Így akár vívás vagy asztali tenisz edzéseknek is adhat majd helyet. December elején sikerült odáig eljutni, hogy a támogató szerződést az intézmény fenntartója, Ördög Endre igazgató lelkész úr aláírta, és már meg is érkezett az elkülönített számlára az első részlet, tehát elvileg indulhatna, de mindenképpen megvárjuk a közbeszerzési törvény változásának újításait, azaz januárban gondoljuk azt, hogy elkezdődik gőzerővel a program. Az intézmény vezetése bízik benne, hogy jövő ősszel birtokba vehetik az új létesítményeket a gyerekek. A költségeket 100%-ban fedezi a megnyert összeg, az egyháznak mindössze a tervezési díjat megközelítőleg 10 millió forintot kellett vállalnia. Mindent megvalósítottak, amit erre az évre terveztek, és készülnek a jövő évi feladatokra is. Ez is elhangzott a Vakok és Gyengéllátók Orosházi csoportjának karácsonyi ünnepségén, ahol a komoly témák mellett azért a kötetlen beszélgetési volt a főszerep. Közel 40-en vettek részt a karácsonyváró rendezvényen a Pacsirta utcai pártokházában december 19-én.
A csoport tagjai közül néhányan ünnepi műsort adtak. Ki énekkel, ki verssel, ki egy megható történettel készült. Az évvégi zenés beszélgetős ebéd a barátságok elmélyítése mellett természetesen lehetőséget adott a számvetésre is. Az orosházi körzeti csoport vezetője úgy értékelt, amit elterveztek, sikerült megvalósítani, ráadásul évközben jött egy lehetőség, így csapatépítő kirándulást is szerveztek, ami nagyon sokat adott a közösségnek. A tervezett programok közül az érzékenyítést tartja a legfontosabbnak, amit a helyi iskolákban rendeztek. Az érzékenyítés az arról szól, hogy próbáljuk nekik játékos feladatok formájába bemutatni az életünket. Tehát az, hogy azért, hogy valaki egyáltalán nem lát, vagy kevésbé lát, ő is ugyanolyan ember, ugyanolyan célokkal, ugyanolyan örömökkel és ugyanolyan gondokkal, és szeretnénk a gyerekeknek ezt bemutatni, hogyha ilyen társakkal találkoznak, akkor ők hogyan tudnak segíteni, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, mert ugye az utcán mi is bármikor boltba vagy az utcán közlekedünk, vagy vásárolunk, és hogyha segítségre van szükségünk, akkor tudják, hogy hogyan kell hozzánk alkalmazkodni. Terveik szerint jövőre folytatják az érzékenyítő programokat, de emellett kimennek a városi szintű eseményekre is, hogy a felnőttek is megismerjék a vakok és gyengéllátók mindennapjait. Emellett várják maguk közé az új tagokat, hiszen ahogy a klub tagjai fogalmaztak, a bezártság, a magány egy látássérült ember számára még nehezebb, együtt viszont könnyebb feldolgozni a problémákat. Sporttal folytatva, csoportjában a harmadik helyen várta a harmadik Liga Kupa mérkőzését a férfi kézilabda csapat. A hazaiak mindenképpen szerettek volna győzelemmel búcsúzni az esztendőtől és az orosházi közönségtől. Az ellenfél a Cegléd gárdája volt, fiatal csapattal, légiósok nélkül érkeztek. Gyors gólváltással kezdődött a találkozó. Kemény hatos falal állt fel az OFKS, de elől több zicsert is rontottak a fiúk, vagy mondhatjuk azt is, hogy az orosházi nevelésű Mojsilov kapus több bravúrt is bemutatott. A támadásokban elkövetett kisebb-nagyobb hibák ellenére biztosan tartott a csapatunk a kezében a mérkőzést, és folyamatosan nálunk volt az előny. A ceglidi fiatalok rendkívül lelkesen küzdöttek, így nagyobb előnyt az első félidő során a hazai csapat nem tudott kialakítani, de a két gólos félidei vezetés a játékképe alapján így is megnyugtató volt. A második félidő elejét megnyomta a hazai alakulat. Szépen folyamatosan gördültek a támadások a pályán. A védelem is összeállt. Ha mégis átjutottak rajta a vendégek, akkor ott volt Herjecki Balázs. A Cegléd a 33-tól a 45. percig nem is tudott a kapunkba találni, így a félidő felénél szinte már el is dőlt a mérkőzés. A 45. percben a hazai publikum rá is számolt a vendégcsapatra. Budai Dániel forgatta a csapatát, minden játékosunk kapott kisebb-nagyobb lehetőséget. Újoncokat is avathattunk, két hazai nevelésű fiatal Bella Csaba és Zolenszky Attila személyében. Egyelőre az NB2 felnőttre és az NB1 ifjúra koncentrálok. Most úgy tudtam bekerülni a keretbe, hogy megüresedtek, de ennek nagyon örülök, és remélem a továbbiakban is így lesz. A biztos vezetés tudatában kicsit csökkent a koncentráció, a srácok a közönségnek játszottak a hajrában. A gólkülönbségen kozmetikáztak ugyan Nagy Károly tanítványai, de a biztos, nagy arányú hazai győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben. Örülök, hogy így álltak bele a srácok. Sok hiba volt természetesen, így a idény ennek a résznek a vége felé várató volt, de magabiztos győzelmet arattunk, és az, hogy fiatalokat is tudtam játszatni, és a meghatározó játékosokat pihentetni, ez külön öröm számomra. Orosházi FKS-e Linamár Ceglédi KKS-e 30-23. A találkozó teljes bevételét, mint minden hazai Liga Kupa mérkőzését, az OFKS-e az orosházi óvodák fejlesztésére ajánlotta fel. Kiváló idényen van túl az orosházi Kickbox Egyesület. Számos nemzetközi versenyt megjártak, érmekkel tértek haza, emellett történetük során először delegáltak versenyzőt a magyar válogatottba. Ezeknek a mozdulatsoroknak köszönheti, hogy az elmúlt hónapban rendezett görögországi Európa-bajnokságon bronzérmes lett fegyveres formagyakorlatban Puravec Péter, az orosházi Kickbox Egyesület vezetőedzője és alapítója. Ez különösen nagy szó, hiszen idehaza az elmúlt 26 évben nem igazán foglalkoztak a kickbox ezen ágával. A sportág magyar történetében először sikerült kontinens viadalon dobogós helyen végeznie magyar versenyzőnek ebben a kategóriában. Több nemzetközi versenyt megnyertem, és sikerült a kvalifikációt megszerezni a magyar bajnoki cím elnyerésével. Így jutottam ki az Európa-bajnokságra, ahol végül is az orosz fúszta közös Európa-bajnokot maga mögé utasítva sikerült elnyerni a harmadik helyet, a dobogóra fel tudtam jutni.
A két danos mester önmagában már azzal elérte az egyesület eddigi legnagyobb sikerét, hogy meghívót kapott a válogatottba, ezt fejelte meg Európa-bajnoki bronzérmével. A vezetőedző mellett a tanítványok is kiváló eredményeket értek el, ezzel is bizonyítva, hogy a klub mekkora fejlődésen ment keresztül 2004-es alapításuk óta. Elsősorban nemzetközi versenyeken vettek részt idén, 5 országban képviselték a várost és öregbítették hírnevét. Ami nagyon nagy dolog, hogy 5 országot megjártunk az évben, nem kis sikerekkel, első-második helyeket hoztunk el, és itt nem arról van szó, hogy egy világkupáról, egy Európa kupáról, A, B és C kategóriás versenyek vannak a Vakó kickboxban, és A kategóriás versenyeken is hoztuk az arany ezüstérmeket. A munka természetesen nem áll meg, hiszen a jövő évi tervek között szerepel több európai és világkupa, amellyel nevet és ismertséget szerezhetnek. Purovec elárulta, hogy jövőre szeretnének több válogatottságot begyűjteni és részt venni a budapesti világbajnokságon. Nem csupán formagyakorlatban, hanem a fő profiljuknak tekintett kicklight és light contact kategóriában is. Kedves nézőink, a Városi Televízió ünnepi összeállítással készült karácsonyra. A megszokott műsorokon kívül a következő napokban zenés eseményeken készült felvételeket láthatnak kommentár nélkül extra című műsorunkban. Az év végén és az új év elején pedig az elmúlt esztendő eseményeinek összefoglalóját láthatják, ismételjük a híradókat. December 27-ig a Városi Televízió december 23-i híradóját láthatják, amelyet a Kommentár nélkül című műsor követ. Ismétlések naponta 7, 11, 15, 19 és 21 órától. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, Bétóth László műsora pénteken 21.30-tól, ismétlés hétfőn, kedden és szerdán 9 órától. Gasztrokaland című gasztronómiai magazinunk december 24-én látható szombaton 14.30-tól. A Szomszédvár című turisztikai magazin december 23-án pénteken 19.30-tól, 24-én 15.30-tól, 25-én 15.30-tól. Orosházaváros képviselőtestületének soros ülése ismétlésben december 27-én kedden 12 órától látható. Kommentár nélkül extra ünnepi kiadása. Karácsonyi kórus hangverseny, az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi koncertje, a Szokolai Bálint Madrigál Kórus karácsonyi hangversenye december 24-én 11.30-tól. Ismétlés 24-én 16 órától, 25-én 12 órától, 26-án pedig 11.30-tól. Illényi Katica és a Budapesti Vonósok koncertje december 24-én 19.30-tól, ismétlés 25-én 15.30-tól. Rákász Gergely, Mozart Christmas Edition december 25-én 17 órától, ismétlés 26-án 19.30-tól és 31-én 10 órától. Riden's Hip Hop Crew Képzavar című előadása, bemutatók és tánc a sportbárról, táncpercek Zala Open 2016 december 26-án 15.30-tól, ismétlés 28-án 10 óra 30-tól és 30-án 15 órától. Boogie Fest december 28-án 15 órától, ismétlés 29-én 10 és 31-én 20 órától. Illényi Katica koncertje a Művészetek Palotájában december 29-én 15 órától, ismétlés 30-án 10-től és 31-én 15 órától. Január 1-től január 12-ig visszatekintő, ez történt 2016-ban, híradók és kommentár nélkül című műsorok ismétlése. Az Orosházi Városi Televízió friss híradóját és kommentár nélkül című műsorát január 13-ától láthatják. Kedves nézőink, az elhangzottakat az Orosházi Élet december 23-i lapszámában is megtalálják, valamint folyamatosan a képújságon is. Most lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Maradnak a helyi jegy- és bérletárak, ülésezett a testület. 240 millió fejlesztésre megújul a Székács iskola udvara. Győzelem a Liga kupában, a Ceglédet fogadta az OFKS-e. Kedves nézőink, 2016-ban ez volt a legutolsó frissen összeállított híradó. Lassan lecsendesül a város, évvégéig már, ahogy mondani szokták, házon belül történnek dolgok csak. Köszönjük mai és egész éves figyelmüket, azért maradjanak velünk az év végén és az év elején is, január 13-án jövünk az első friss híradóval, addig pedig láthatják, hogy mi történt Orosházán 2016-ban, ismételjük a híradókat és a Kommentár nélkül című műsorokat is. Boldog karácsonyt, boldog új évet, viszontlátásra!